Vízummentesség. Bár az út szabaddá vált az ukrajnai magyar kisebbség számára is az akadálymentes határátlépéshez, a biometrikus útlevelekre azonban várni kell. Iskolakezdési támogatás. 12 milliárd forintot fordít a kormány az ingyen tankönyvek biztosítására a következő tanévben. Többen nyaralnak. Nőtt a szálláshelyek forgalma és a vendégészakák száma Magyarországon és Szabolcs-Szatmár-Beleg megyében is. Bár az út szabaddá vált az ukrajnai magyar kisebbség számára is az akadálymentes határátlépéshez, a biometrikus útlevelekre várni kell, és az átkelő helyek számát is növelni kellene. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Ezt Bocskor Andrea európai parlamenti képviselő nyilatkozta szerkesztőségünknek. Mint arról korábban beszámoltunk, egy hosszúra nyúlt folyamat eredményeként az Európai Parlament Strasbourgban elfogadta az ukrán állampolgárok vízummentes beutazását az Európai Unió területére. Lassan egy teljes évtizede húzódó jogi és politikai procedúra ért véget Strasbourgban, amikor az Európai Parlament plenáris ülésén a képviselők jelentős többséggel fogadták el az ukrán állampolgárok vízummentességét. Bocskor Andrea, a Fidesz európai parlamenti képviselője annak tudja be a törvényalkotási folyamat nehézségeit, hogy az Unió nem állt készen arra, hogy egy olyan államnak adjon vízummentességet, amely harcban áll egy szomszédos országgal, és a keleti határai nincsenek biztosítva. Több olyan biztonsági intézkedést kellett előbb meghoznia az Európai Uniónak, amivel egyfajta védelmet biztosít saját magának. Ez volt az úgynevezett visszavonási törvény, ami arról szól, hogyha bármilyen oknál kifolyólag veszélyeztetve érzi magát az Európai Unió egy olyan állam által, amelynek vízummentességet adott, akkor egy tolvonással vissza lehessen vonni ezt a vízummentes beutazásnak az engedélyét. A Fidesz európai parlamenti képviselője szerint a vízumkényszer elhárulása a bürokratikus és anyagi akadályok megszűnése mellett pozitív hatást gyakorol számos ágazatra, így a kereskedelemre, a turizmusra, valamint a fiatalok tanulásában is jelentős segítséget nyújt. Ezek mellett azonban fontos tudni, hogy a vízummentesség nem használható fel oktatási vagy munkavállalási céllal. A határok átjárásának tárgyi feltétele, hogy az illető rendelkezzen biometrikus útlevéllel, amelyre jelenleg nagy igény mutatkozik. Amikor megszületett a vízummentesség, akkor már Ukrajnában több mint 1 millió ilyen biometrikus útlevelet bocsátottak ki, és azóta csak nőtt az igény ezekre a biometrikus útlevelekre, illetve nagyon nagy sorok alakultak ki bizonyos igénylő helyeknél, bizonyos irodáknál, úgyhogy megnőtt a várakozás ezekre az útlevelekre. Az anyagi vonzata, ugye jelenleg már csak az útlevélnek van, ami nagyjából egy 20 000 forintos összeget jelent, és ugye 10 évre megkapja az igénylő az útlevelet. Ezek igénylésével kapcsolatban fontos tudni, hogy az ukrajnai magyar kisebbség nem pusztán Magyarországra, de Nagy-Britannia és Írország kivételével az Unió bármely más tagállamába is szabadon utazhat. Bocskor Andrea szerint a vízummentesség megvalósulásával párhuzamosan újabb határátkelő helyek létesítésére lenne szükség, hiszen akkor az átkelés még egyszerűbbé, gyorsabbá válhatna. 12 milliárd forintot fordít a kormány az ingyen tankönyvek biztosítására a következő tanévben. 2017. szeptemberétől már nem csak az alsó tagozatos diákoknak, 9. évfolyamig minden tanulónak térítésmentesen osztanak tankönyvcsomagot. Máté Szalkán egy rendkívüli iskolakezdési támogatást is biztosítanak mintegy 500 gyereknek. Augusztusban már elkezdődnek a tanévkezdési bevásárlások. A diákoknak évfolyamonként eltérő felszereléseket, füzeteket és tanszereket kell vásárolni. Átlagosan 15-20 ezer forintot költenek a szülők, de az 50-60 ezer forintos kiadás sem ritka, ha minőségi árut keresnek. A kormány ebben az évben segítséget nyújt a kiadások teljesítésére. Ezt Rétvári Bence államtitkár jelentette be még a múlt héten. Idén augusztusban kétszer is fognak a családok családi pótlékot kapni. Egyszer a rendes időpont,
szombaton, augusztus elején, a következő napokban, másodszor pedig augusztus végén, tehát még az iskola kezdés előtt. Pontosan azért hoztuk több mint egy héttel előre a családi pótlék folyosításának az időpontját, hogy az iskola kezdéshez szükséges akár tornafelszerelést, rajzfelszerelést, toltartót, ceruzákat, ruhákat, táskát, vagy bármi mást, amire szükség van az iskola kezdéshez, azt meg tudják venni a családok még augusztusban, és így pár nappal, egy héttel korábban tudjuk folyosítani számukra a családi pótlékot. Talán emlékeznek, hogy decemberben is van egy hasonló módosítás, akkor pontosan a karácsonyra való készülődés miatt van egy korábbi folyosítás. Itt egy héttel, 10 nappal korábban fog érkezni a családi pótlék. Máté Szalkán a 7500 háztartás döntő többségét érinti a családi pótlék korábbi utalása. Emellett rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 500 gyermek. Ők Erzsébet utalvány formájában iskolakezdési támogatást is kapnak. Ennek összege rászorultságtól függően 6000 vagy 6500 forint. Nyilatkozta 35 perc című műsorunkban a Szatmári város polgármestere. Máté Szalkán a szabályozás szerint azok a családok jogosultak erre, ahol a 28500 forintot az átlagjövedelem nem haladja meg. A jogszabály ezt a felső határt engedi meg gyakorlatilag. A települések ebben szabadon dönthetnek. Mi értelemszerűen a maximum összeget határoztuk meg, hiszen minél több gyermeknek szeretnénk segíteni. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény azért is fontos, mert itt van például a nyári gyermekétkeztetés is. Aki erre jogosult, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, az például a nyári gyermekétkeztetésben is részt vehet. Máté Szalkán ez is csak nem 300 gyermek. Ezeknek a gyerekeknek évközben is térítésmentesen biztosítja az állam az étkeztetésüket, de jövedelemtől és a gyerekek számától függően kedvezményeket is igényelhetnek azok a családok, ahol a nettó jövedelem meghaladja a 28500 forintot. Idén szeptembertől még egy kedvezményre számíthatnak a szülők, ezentúl nem csak az elsőtől negyedik osztályosoknak jár az ingyen tankönyv. A kormány térítésmentesen biztosítja a tankönyvcsomagot minden diák számára 9. osztályig. Erre a költségvetési forrás is rendelkezésre áll. Összesen 12 milliárd forintot fordít erre a kormány. Nőtt a szálláshelyek forgalma és a vendégészakák száma Magyarországon és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint júniusban az előző évhez képest 12%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Magyarországon. Megyénkbe 2017 első 6 hónapjában pedig a tavalyinál is több, összesen 68 ezer vendég érkezett. Hazánkban 2017 júniusában összesen 3261 kereskedelmi szálláshely működött, 1,2%-kal több az előző év azonos időpontjához képest. A 91 ezer kiadható szoba kétharmada szállodában állt rendelkezésre. A férőhelyek száma megközelítette a 307 ezret, ami 3,3%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A belföldi vendégek idén júniusban körülbelül 1,5 millió vendégészakát töltöttek el, míg a külföldiek közül ez a szám 1,4 millió volt. Mindkét adat jelentősen több, mint egy évvel korábban, közölte a KSH június havi gyors jelentésében. 2017. júniusban a külföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 16, a belföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 9%-kal növekedett az előző év azonos időszakához képest. A kereskedelmi szálláshelyek forgalma tehát dinamikusan nőtt. A szálláshelyek folyóáron számolt bruttó árbevétele 22%-kal emelkedett. Ez azt jelenti, hogy a bevételek a vendégforgalomnál is dinamikusabban emelkedtek. A júniusban a szállodák szobakihasználtsága szintén javult, 64%-ra nőtt, ami 6,2%-pontos növekedést jelent 2016. júniushoz képest. A belföldi vendégek körében továbbra is népszerű a Széchenyi pihenőkártya. Ezzel a fizetőeszközzel a kártyatulajdonosok tavalyhoz képest 27%-kal többet, 1,9 milliárd forintot költöttek. A kereskedelmi szálláshelyek közül egyébként 2257 egységnél volt lehetőségük a vendégeknek szép kártyával fizetni. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szálláshelyek is jól teljesítettek. Bevételeik az első 6 hónapjában 6%-kal 1,8 milliárd forintra nőttek, aminek közel fele a szállásdíj bevételekből származott. További jó hír, hogy idén a szálláshely bevételek mellett a vendégforgalom is dinamikusan emelkedett 2016-hoz képest. Az év első felében több mint 68 ezer vendég érkezett a
Szabolcs-Szatmár-Berek megyei kereskedelmi szálláshelyekre. Ez azt jelenti, hogy a vendégek száma 8%-kal növekedett. A vendégek 7%-kal több éjszakát töltöttek el a szálláshelyeken. A Szabolcs-Szatmár-Berek megyei vendégforgalomra jellemző, hogy a vendégek több mint 3/4 belföldi, és mindössze 1/4 külföldi. A vendégészakák számában megfigyelhető, hogy a vendégek 10%, a belföldi vendégek 10%-kal több éjszakát töltöttek el ebben az időszakban. A KSH adatai szerint a külföldi vendégek egyharmada Romániából érkezett megyénkbe, és ezen kívül jelentős küldőország volt Németország, Szlovákia és Ukrajna. Ezekből az országokból körülbelül a vendégforgalom összesen 3/10 érkezett. Harcászati eszközöket és emberi maradványokat találtak egy kripta alapjának ásása közben a nyíregyházi északi temetőben. A leletekről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Gyirmótra látogat a Spari vasárnap. A tavaly még az NB1-ben szereplő gárda a Nyíregyházához hasonlóan jól kezdte a szezont. Így nehéz mérkőzés vár a szabolcsi csapatra. A nyíregyházi együttes két győzelem után kiváló hangulatban készül az összecsapásra, és a tervek szerint 3 ponttal térnek majd haza. Jelenleg Tiszaújvárosban edzőtáborban készül a következő szezonra a Kisvárda női NB1-es kézilabda csapata. A keret nyáron jelentős átalakuláson ment keresztül, az új játékosok beépítése még tart. A jövőre nézve minden esetre bizakodásra ad okot, hogy múlt héten a felvidéki Nagy Mihályban rangos nemzetközi tornát nyert az együttes. Harcászati eszközöket és emberi maradványokat találtak egy kripta alapjának ásása közben a nyíregyházi északi temetőben. Egy rakodógép szerda délelőtt forgatott ki a földből többek között lőszert, puskatust és csontokat is. A temető vezetősége értesítette a rendőrséget, jelenleg a honvédség tűzszerész csoportja vizsgálódik a helyszínen. Még ma is le volt zárva a síremlék az északi temetőben. A főbejárat melletti jobboldali járdát már elzárták a forgalomtól. A tűzszerészek és más szakemberek még csütörtök délután is a helyszínen voltak. Szerda délelőtt egy kripta alapjának kiásását végezték, amikor a rakodógép körülbelül 2-2,5 méter mélyről harcászati eszközmaradványokat és emberi maradványokat is kiforgatott. Természetesen abba hagyták a gépi munkát és kézzel folytatták tovább. Ezzel egy időben értesítettük a rendőrséget, akik biztosították a terepet, illetve rajtuk keresztül értesült a Honvédelmi Minisztérium, pontosabban először a honvédségnek a tűzszerész csoportja, akik nyilván megnézik azt, hogy van-e esetleg veszélyes, vagy még mindig éles és működőképes lőszer, vagy bármiféle hadászati eszköz. Ezt délután megtették, addig a helyszínt biztosítottuk, a munkánkat abba hagytuk, illetve hát a Honvédelmi Minisztériumnak a hadisír gondozó osztálya vette kézbe az ügyet. A honvédség lezárta a területet, így kameráinkat sem engedték közelebb. A vizsgálatok közben kiderült, hogy többek között puskatust, lőszert és ruházati maradványokat találtak a csontok mellett. Róka Zsolt hozzátette, a temető 150-160 éves, így több háborús korszakot is megélt. Előzetes vizsgálatok alapján már konkrétabb információjuk is van a talált leletekről. Jelenleg is a feltárása folyik, és azt fogja eldönteni majd, hogy a munkákat ott folytathatjuk-e vagy nem. A maradványok elszállításra kerülnek, és majd ezt követően értékelésre. Annyit el lehet mondani, hogy második világháborús maradványokról van szó, és még a fellelt azonosítók alapján most, amit tudunk, az, hogy német illetőségű emberi maradványokat találtunk. Értesülésünk szerint a napokban a múzeum munkatársai is kilátogatnak majd a helyszínre. Gyirmótra látogat a Spari vasárnap. A tavaly még az NB1-ben szereplő gárda a Nyíregyházához hasonlóan jól kezdte a szezont, így nehéz mérkőzés vár a szabolcsi csapatra. A nyíregyházi együttes két győzelem után kiváló hangulatban készül az összecsapásra, és a tervek szerint 3 ponttal térnek majd haza. Igazi rangadó vár vasárnap a Nyíregyháza Spartakusz labdarúgó csapatára, hiszen az elmúlt idényben még az NB1-ben küzdő Gyirmót vendége lesz. Bár még csupán a harmadik forduló következik az NB2-ben, az azonban elmondható, hogy két komoly játékerőt képviselő gárda találkozik egymással. Gyirmóton ugyan szinte új csapat épült, de így is jól indult a szezon számukra,
hiszen egy Budaörs elleni döntetlen után meggyőző játékkal 5-0-ra nyertek az Zalaegerszeg ellen. A Spari is remek rajtot vett, két győzelemmel kezdte a bajnokságot, így a csapat a 3 pont reményében utazik Gyirmótra. A szabolcsi csapat felkészülését pedig az a Bene Ferenc segíti, aki nem is olyan régen még az ellenfélnél tevékenykedett. A két győzelem után valóban jó hangulat az öltözőben, és mindenki fokozottan figyel, gondolom, erre a mérkőzésre. Én úgy gondolom, hogy a gyenge pontokra fölhívjuk a figyelmet Bene Ferenc segítségével, aki feltérképezi nekünk az ellenfeleket, és egy nagyszerű videóanyaggal kiegészített előadás keretében bemutatja. Remélem, hogy úgy tudunk felkészülni, hogy sikeresek lehetünk. A siker kovácsa a szervezett védekezés lehet a mérkőzésen, ebben pedig kulcs szerepet kaphat Jova Levente, aki a legutóbb Budaörs ellen is nagyszerű védésekkel járult hozzá a csapat a győzelméhez. Nyilván a védekezésből tudunk támadni, hogyha megvan egy stabil védekezés, akkor azt fel tudjuk építeni abból a támadásainkat. Ha nullára lehozod a mérkőzést, ugye, ahogy a mester szokott fogalmazni, azt ingyen adják az 1 pontot, de előrefelé nagyon jó kvalitású játékosaink vannak nekünk is, és én bízok bennük, hogy nem lesz egy 0-0-ás mérkőzés, ugye az ő nevük mellett azért nulla lesz, nulla marad, de mi nevünk mellett pedig több gól is lehet, vagy akár legyen egy 0-1, akkor azt is ugye aláírtuk. Nem csak a kapott gól elkerülése lesz kiemelten fontos a mérkőzésen a Spari szempontjából, hanem az is, hogy támadói elől minél eredményesebben éljenek a kínálkozó lehetőségekkel. Én úgy gondolom, hogy minden mérkőzésünkön eddig, akár legyen az bajnoki, akár barátságos meccsen lőttünk gólt, vagy gólokat. Úgyhogy, hogyha le tudjuk nullára hozni ugye ezt a meccset kapott gól nélkül, akkor biztos, hogy megnyerjük ezt a találkozót, mert olyan támadóink vannak, akik eredményesek tudnak lenni, és jól megértjük egymást, úgyhogy tényleg az, hogy ne kapjunk gólt, az nagyon fontos lesz ezen a meccsen, mert két erős ellenfél találkozik, ilyenkor gyakran előfordul, hogy egy-egy nullás győzelem az egy nagyon fontos 3 pontot jelenthet. A Nyíregyháza a Spartacus teljes kerettel készülhet, se eltiltott, se sérült nincs a csapatnál. A Spari a Gyirmót ellen vasárnap 19 órakor lép pályára Győrben. Jelenleg Tiszaújvárosban edzőtáborban készül a következő szezonra a Kisvárda a női NB1-es kézilabda csapata. A keret nyáron jelentős átalakuláson ment keresztül, az új játékosok beépítése még tart. A jövőre nézve minden esetre bizakodásra ad okot, hogy múlt héten a felvidéki Nagy Mihályban rangos nemzetközi tornát nyert az együttes. Egy hét reggeltől estig edzések, közben regenerálódás és összeszokás. Így néz ki most az NB1-ben szereplő kisvárdai kézislányok élete. Az együttes edzőtáborba vonult, a csapat Tiszaújvárosban készül a következő szezonra. Ez a felkészülésünknek egyik legfontosabb állomása. A felkészülés most itt az edzőtáborban folytatjuk, ahol jó körülmények között tudunk dolgozni. A lányok csak a kézilabdával vannak elfoglalva, tehát napi 2-3 edzés van, úgyhogy megvan itt a megfelelő terhelés, pihenés, megfelelő táplálkozás. Ez is volt a célunk azzal, hogy elutaztunk ide Tiszaújvárosba erre az egy hétre. A Kisvárda kézilabda csapata a nyáron nagy változáson ment keresztül. Gyakorlatilag újjá kellett építeni az együttest, hiszen 9-en távoztak a keretből. Viszont 9 válogatott és válogatott szintű játékos is csatlakozott a gárdához, akik jelentős erősítést jelenthetnek a csapat számára. Ez már a felvidéki Nagy Mihályban a múlt héten megrendezett Jakab Tamás emléktornán is megmutatkozott, ahol a szlovák és a lengyel bajnokot, valamint a román bajnokság 6. helyezettjét is legyőzte a kisvárdi alakulat, így a dobogó legmagasabb fokára állhatott. Örülök, hogy azért nem csak a fizikai felkészítés dominált, hanem végre most már azért játék közben is meg tudtuk nézni, fel tudtuk mérni az új játékosokat, habár azért célirányosan igazoltuk, úgy esett rájuk a választás, hogy taktikai szempontokat is figyelembe vettünk, és én úgy gondolom, hogy így elsőre nem szeretném elkiabálni, de úgy néz ki, hogy jó döntést hoztunk, meg a játékosok is jól döntöttek, amikor a Kisvárdát választották. Én szerintem nagyon jó kis csapatunk lesz idén. A felkészülésből közel egy hónap hátra van, így a szeptember 10-i NB1-es bajnoki rajtra még jobban összeállhat a csapat. Tavaly az utolsó fordulóban a kieséstől menekült meg az egyesület, azonban idén komolyabb célokat kitűzve
a tabella első felében szeretnének zárni Kisvárdán. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Bár az út szabaddá vált az ukrajnai magyar kisebbség számára is az akadálymentes határátlépéshez, a biometrikus útlevelekre várni kell, és az átkelőhelyek számát is növelni kellene. Ezt Bocskor Andrea európai parlamenti képviselő nyilatkozta szerkesztőségünknek. Mint arról korábban beszámoltunk, egy hosszúra nyúlt folyamat eredményeként az Európai Parlament Strasbourgban elfogadta az ukrán állampolgárok vízummentes beutazását az Európai Unió területére. 12 milliárd forintot fordít a kormány az ingyen tankönyvek biztosítására a következő tanévben. 2017. szeptemberétől már nem csak az alsó tagozatos diákoknak, 9. évfolyamig minden tanulónak térítésmentesen osztanak tankönyvcsomagot. Máté Szalkán egy rendkívüli iskolakezdési támogatást is biztosítanak mintegy 500 gyermeknek. Nőtt a szálláshelyek forgalma és a vendégészakák száma Magyarországon és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint júniusban az előző évhez képest 12%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Magyarországon. Megyénkbe 2017 első 6 hónapjában pedig a tavainál is több, összesen 68 ezer vendég érkezett. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták augusztus 10-én csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb, holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat elérhetik honlapunkon is. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap még marad a napos, forró időjárás. A Kárpát-medencét pénteken a nap második felében nyugat felől hullámzó hidegfront éri el, előtte még igen meleg levegő áramlik fölénk. Az éjjeli órákban is többnyire derült lesz az ég, esőre nem kell számítani, a keleti szél mérsékelt marad. Reggelre általában 20 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben általában gyengén felhős idő várható sok napsütéssel, csapadék nem valószínű. A délkeleti szél megélénkül, helyenként megerősödik. Délutánra 35 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. Nagyon erős UVB-sugárzás várható, ezért a déli, kora délutáni órákban ajánlott elkerülni a napon való tartózkodást. A hétvégén változékony idő várható, átmenetileg több lesz a felhő, és szombaton több felé számítani lehet zápor a zivatarra. Eleinte vasárnap is eshet még eső, de délutánra kisüt a nap. A jövő hét első felében gomoly felhős, nagy rész napos időre van kilátás csapadék nélkül. A hétvégi jelentős lehűlést követően fokozatosan erősödik a nappali felmelegedés, de a hőség nem tér vissza. Ha Lőrinc vértanú napján szép az idő, jó lesz a bor és szép az ősz. A népi regulák szerint Lőrinckor fordul az idő, ha ezen a napon esik, rossz lesz a dinnye, különösen a sárga.